Valaki elfelejtette a maszkot! Roli a covidióta! Neki a covidióta! Elfelejtettem a maszkomat, fú, de szarul éreztem magam, gyerekek. Hihetetlen volt, bent a boltba, hogy a fizetni, aztán mondom, ó, geci, nem hoztam maszkot, mondom, tankolni kéne a kocsiba, mert ugye most eljöttünk, aztán nem is akartam tankolni, amikor elindultunk itt, úgyhogy nem hoztunk maszkot, és bejövök, mondom, le kéne mostani a kocsit, áttankolni is kéne, á, mondom, már csak bemegyek, már mondom, már, majd, mint az összes többi hülye gyerek, már így a számen tartom a kabátomat, miközben bemegyek a boltba. Sikerült, de hál' Istennek volt előttem két-három olyan ember, aki ugyanezt csinálta, úgyhogy Bázlista disznó! Nopara, nem nézett ki senki, nem nézett ki senki. Egy szegény kocsi már egy kicsit koszos, úgyhogy elmegyünk, aztán lemossuk gyorsan. Majd amikor lemossuk, akkor arra gondolok, hogy lemosatjuk, mert nem mossuk le mi, hanem a géppel fogjuk lemosatni, most értem hozzá egy kódot. Utána meg megyünk, és már nagyon régóta tervezem, útközben mindig lehet látni ilyen erős szélerőműveket, ilyen hatalmas szélerőműveket, nem tudom, hogy mennyire erősek. És három darab van egy ilyen, hát szerintem az ilyen privát helyen van, de valahogy meg lehet őket közelíteni, és el szeretnék menni arra a része megnézni őket, már egy ideje. Úgyhogy most úgy döntöttük ezt, hogy fölkelünk korán, és sem megnézzük őket. De várom már, Istenem, de jó lesz. Na, gyorsan beütöm a kórot. Már nem álltam elég közel hozzá, hogy beüssem rendesen, természetesen lehajtsam a dolgokat, ezért ki kell szállnom, mint egy hülye. Tényleg ez a legidegesítőbb, amikor eljövök egy ilyen automosóval, amikor valaki előtte, már várok nagyon sokat, előttem van két autó, és akkor mindegyik autónál a sofőr pont úgy áll oda, hogy ki kell szállnia, mert nem áll elég közel, hogy be tudja ütni az ablak lehúzással a kódot. Na most én is ugyanúgy érzem magam. Meg is érkeztünk, eljöttünk a szélerőművekhez, ez az első olyan alkalom igazából, amikor ilyen, hát ilyen magánterületre jöttünk be, ugye videózás alkalmával. Nincs kiírva sehol, hogy nem lehet bejönni, de átjöttünk egy farmkapon, úgyhogy. De mondjuk ott állunk az útszélen a kocsival, úgyhogy nem jöttünk el messzire tőle. Ez gyönyörűen néz ki legalábbis, nekem nagyon tetszik, én nagyon imádom a szélerőműveket. Kicsit utána néztünk a dolgoknak, és ez a három szélerőmű, ez ilyen, szóval nem a farmerek építették maguknak, hanem úgy bérlik tőlük a területet, a szélerőmű gazdáik valószínűleg, mert nagyon drága megépíteni egyet, több millió fontba kerül. A farmer az egy 50% profitbevétel kap a szélerőművek után, ha odaadja azoknak, a cégnek, aki igazából felépíti a szélerőművet, és az ilyen 40 ezer font évente, az egy elég sok pénz, de a saját magának szeretne építeni egyet, az több millió, az, hát legalább egy millió fontba kerül az ilyen nagy szélerőművek megépítése, az sok pénz lehet, de viszont nagyon megéri, főleg itt Angliában, mert ugye nagyon szeles, és nagyon sokan csinálják ezt, hogy kiadják a földrészeiket szélerőműveknek. Itt is elvileg 5 szélerőművet szerettek volna megépíteni, ahogy utána néztünk, és igazából csak 3-at sikerült, mert valaki névtelenül beperelte őket, hogy az nem lesz ám jó, hogyha építetek annyi szélerőművet, nem értem, hogy mi volt velük a problémájuk. Biztos, hogy kitaláltak valamit, nem tudom, hogy mi lehetett, de azért ez elég durva, hogy sokkal jobban néz volna ki 5 szélerőmű. És sokkal jobban lett volna a gazdaságnak is hosszabb távon, legalábbis én úgy hiszem. Ugye itt Brightonnál, ahol vagyunk, ott van a tengeren egy ilyen szélerőmű park is, úgyhogy az mennyibe kerülhetett megépíteni, ha egyet 1 millió fontba kerül megépíteni, Jézus Istenem, még belegondolni is rengeteg. Nagyon örülök neki, hogy sikerült idáig eljutnunk, és végül is eljöttünk ide reggel, mert gyönyörűen néz ki, főleg így a napfelkeltével, ahogy éppen kiégeti a szememet, eszméletlenül nagyon jó, imádom a reggeleket. És mindig azon gondolkoztam, amikor reggelente jöttem erre autóval, mindig mentem dolgozni. Itt az út azon a felé mentem, ahol a kamionok látszottak a háttérben. Mindig arra vágytam, hogy de jó lenne itt megállni, aztán csak körbenézni. Megnézni, hogy mégis milyen ez közelről, mert soha nem láttam még ilyen szélerőművet közelről.
Nagyon keveset is tudok róluk, ugye? Minden tudásomat így Esztitől és a Google-től tanultam. A mai nap folyamán, mert annyira nem néztem utána nekik, ugye? Soha, mert annyira nem érdekelt, ugye? De úgy voltam vele, hogy jó lenne egy kicsit kimozdulni, és mondom, mi lehetne jobb, mint eljönni és megnézni a szélerőműveket. Nekem nagyon tetszik, én már föltöltöttem energiával. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem, remélem tetszett, amit láttatok. Ha igen, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel, és ne felejtsetek el bekövetni minket mindenhol is. A hetente 5-ször szoktunk live-olni Twitch-en, szombatonként főzünk, a hét négy napján pedig délutánonként játszani szoktunk. A beosztásunkat megtaláljátok a Discordunkon, Facebookunkon vagy a Twitchünkön, link a leírásban. Gyertek, szeressetek minket, keressetek minket. Sziasztok!